Vadászkutyák gazdáival telt meg a terem szombaton a megyei vadászkamara székházában. Második alkalommal szerveztek vadászkutyás konferenciát, amely lehetőséget biztosított a jó tapasztalatok megosztására, ezáltal pedig eredményesebb vadászatot, jobb együttműködést a vadásznak és kutyájának. Ami minden az életben folyamatosan változik, új módszerek, új módszertanok fognak bejönni. Ezeket a módszertanokat az előttünk járó előadók teljesen jól elsajátították már, illetve ki is próbálták ezt már gyakorlatban. A régi módszerek még mindig hatékonyak, de lehet, hogy nekünk is nyitnunk kell abba az irányba, hogy ezeket az új módszereket megismerik. A három előadás a legkülönbözőbb témákat foglalta össze. Közel másfél óra csak a kutyák táplálékáról szólt, és arról, hogyan lehet a civilizációs betegségek ellen küzdeni tudatos táplálással. Mint elhangzott, a jó genetika ma már kevés. Mint hogyha egy jó Ferrarit vásárolnánk, ahhoz viszont jó üzemanyagra van szükség, hogy jól is működjön ez az autó. Ez hasonlóan a kutyáknál, hogy megfelelő üzemanyaggal kell, megfelelő étrenddel kell őket ellátnunk. És ugye a kutya az egy ragadozó állattal, és fogazattal, rövid emésztő rendszerrel. Épp ezért törekedjünk arra, vagy a beszédem, az előadásom arról szólt, hogy minél természetesebben táplálják a gazdik a kutyákat, hiszen az állatok átlag életkora rohamosan csökken. Különféle okok vannak, nem csak az étrend miatt, a környezeti hatások, az elhízás, beszéltünk a tenyésztésről, vagy éppen ellenkezőleg a szaporításról. Viszont az étrend az egyik legfontosabb, hogy a kutyáink átlag életkor egészsége az milyen. A legismertebb és legelterjedtebb vadásztársnak továbbra is a vizslákat tartják, azonban a funkcionalitásuk sokat változott a társadalom átalakulásával. A kutyák veszítenek azokból az ösztönös, kemény, öröklött tulajdonságaikból, amik régebben sokkal jobban megvoltak nekik. Délután pedig kötetlen beszélgetést folytattak arról, milyen szerepe van a motivációnak a kutyakiképzésben. A régi öreget mondták, aki kopóval, agárral, mindenféle vadászkutyával vadásztak, a végén ezt a szép szót használtak, hogy kapzsira, elkapásra adnak neki egy falatot, ez lehetett a máj, bármilyen a vadból készített rész, ami gyakorlatilag megkapott a kutya, tehát magyarul az ember megosztotta vele a zsákmányát, hiszen a kutya találta meg neki, a kutya fedezte fel, a kutya hajtotta fel, a kutya fogta el, tehát a kutya csinált mindent, és azért nyilván olyan jutalomt kell adni a kutyának, ami kielégíti a szégélyét. A tervek szerint a konferenciából sorozat lesz, így hamarosan elkezdenek készülni a harmadik szakmai napra, hiszen fontos, hogy színvonalas, a saját területükön kiemelkedő előadókat hívjanak meg.